Lehet, aztán lehet, hogy Igen. Igen, az minden Nyilas Mihály zentai látogatása során előbb a zentai városházán megtartott zártkörű megbeszélésen tájékozódott a községbeli oktatással, nyelvhasználattal és egyéb témákkal kapcsolatos kérdésekről, majd a zentai gimnázium épületébe látogatott. Az épületben működő oktatási intézmények vezetőivel egyéb témák mellett a fejlesztés lehetőségeiről is tárgyalt. A legfőbb fejlesztési tervek közé tartozik, hogy megőrizzük a tagozatok létszámát, tehát legalább öt tagozatot tudjunk nyitni a következő tanévben, kettőt szernyelven és hármat magyar nyelven. Ezen kívül, hogy az épületet korszerűsítsük. Ezen célkitűzések megvalósítását az önkormányzat illetékesei is kiemelt fontosságúnak tartják. Az oktatás irányába lesznek pályázók, felszerelések beszerzésére de talán sikerül, hogy mondjam, épület felújításra is találni megoldásokat, azzal, hogy az idén szeretnénk a, ezeket a támogatásokat kiterjeszteni az óvodától szám középiskoláig, tehát hogy az egész oktatási palettát felölelje. Nyilas Mihály szerint az entai középiskolák fejlesztése nem csak zenta község számára, hanem az egész régió számára rendkívüli jelentőséggel bír. Nem csak innen ebből a községből kerülnek ki a az említett iskolák diákjai, hanem az egész régióból. Ebből a szempontból fontos az, hogy a tartomány továbbra is támogassa mind a négy iskolát, középiskolát, de természetesen a helyi általános iskolát és az óvodát is. A tartományi titkár kifejtette. Zenta területén a magyar nyelv használatával kapcsolatban nem tapasztalható problémák. A szerb mellett a magyar is hivatalos nyelvnek számít. A két táblák kihelyezésére irányuló projekt ugyanakkor a tervek szerint a jövőben is folytatódni fog a Tiszaparti településen.